Immár egy éve, hogy megalakult a parlamentben a Sokszínű Magyarországért képviselőcsoport, azaz 5 ellenzéki pár 20 országgyűlési képviselőjével azon küzdünk, hogy az alapvető emberi jogok tényleg minden embert megillessenek, beleértve az LMBTQ közösség tagjait is. Sajnos a szexuális kisebbségeknek ma nagyobb szüksége van a parlamenti képviseletre, mint valaha az elmúlt évtizedekben. Fideszes politikusok, miniszterek, jobboldali megmondó emberek a nyilvánosságban keltenek gyűlöletet az LMBTQ közösség tagjaival szemben, mindenféle retorzió megbánás nélkül. Az alaptörvény nyíltan diszkriminálja a nem hagyományos családban élőket, előfordult már, hogy utcán vertek meleg párokat, és a Fidesz törvényileg mossa egybe a pedofiliát és a melegséget. Egy ilyen környezetben különösen fontos lenne az egyenlő bánásmódhatóság átgondolt újraépítése az Európai Bizottság iránymutatásai szerint. Az államnak ugyanis minden lehetséges eszközzel támogatni kell a kisebbségi csoportokat, azonban most mégsem ez történik. Most a jelenlegi Magyarországon az a helyzet, hogy az ombudsman, akinek képviselnie kellene az LMBTQ emberek jogait, már évek óta egy jogsértő esetben sem szólalt meg. Nem lépett fel akkor, amikor Gulyás Gergely homofób megjegyzéseket tett egy mesekönyvre, vagy amikor Kövér László házelnök elfogadhatatlan szavakkal illette a melegeket, vagy amikor Bencsik András, kormánypárti főszerkesztő a homoszexuálisok kivégzését éljenezte egy beszélgetős műsorban. A Sokszínű Magyarországért képviselőcsoport ezért mindent meg fog tenni, hogy újra felállítsuk az egyenlő bánásmódhatóságot, és semmilyen jogsértés ne maradhasson büntetlenül. De ezen kívül is van még tennivaló bőven. A magát családbarátnak nevező kormány, amikor nem váltó óvodásokkal riogat, vagy könyveket fóliáz be, azzal valójában az LMBTQ közösséghez tartozó fiatalok lelki problémáit mélyíti, és a bántalmazásukra ad hallgatólagos felhatalmazást. Mi a Sokszínű Magyarországért képviselőcsoporttal ezért egy átfogó kampányt indítunk, ahol végre a valóságról beszélhetünk, és felléphetünk az iskolai bántalmazás és zaklatás ellen. Amíg mi itt vagyunk, addig az LMBTQ közösség egyetlen egy tagja sem lesz egyedül. Vigyázzunk rátok!